Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol megnézzük az ő gondolatait, érzelmeit és a tetteit. Az ő gondolata itt középen látható, itt felül és alul. Kezébe veszi szimbolikusan ezt a botot, ami jelenti a tűz elemét. Ő cselekedni fog. Megvan nála a bátorság, a lelkesedés. De mielőtt közeledne hozzád, még odafigyel az anyagiakra, és el akarja foglalni a helyét, ami a munkáját, a hivatását illeti, hiszen elvárja az elismeréseket. Az érzelmeit itt látjuk. Az egyik partot már elhagyta, lezárt valamit a múltból. Itt süt a nap, láthatóvá teszi az új partot. Van irány, vannak konkrét tervek. És itt látható, hogy mozgásba jön, irányítja a dolgokat, lesz egy utazás, és itt látható, hogy közeledik hozzád, hiszen vannak tervek, meg szeretne beszélni veled. Hogy mit fog tenni, az itt látható. A 10-es szám jelent egy új kezdetet. Itt még sok mindent cipeltek, tehát vannak ilyen kezdeti nehézségek, de itt a ház jelenti a célokat, valaminek a kiépítését, vagy lehet egy közös otthon. Vannak lehetőségek, van több irány, sőt, ő tervez veled egy utazást. Lesz szerencse, hiszen a csillagok szerencsét hoznak, azon kívül megvan a bizalma, hiszen tudja azt, hogy minden úgy lesz, ahogy az a csillagokban megvan írva. És ez volt az aktuális szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!